Hello mindenki! Nagyon rég volt már Androidos szoftver bemutató, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ideje lenne már egynek. És most a Tiny Planet Maker-t fogom bemutatni nektek. Talán ismeritek ezt az effektust, ezt a kisbolygó effektust, aminél a környezetedről készült kép ilyen bolygószerűen van kifeszítve. Ezt tudja a Tiny Planet Maker, aminek hát az első hibáját már is láthatjátok, legalábbis elnézést kérek, hogy ilyen kis részen látható csak a videón, de sajnos nincs fektetett nézete, csak így állítva lehet használni. A másik hátránya pedig az, hogy ehhez a Tiny Planethez, vagyis ehhez a kisbolygó effektushoz szükségünk van egy 360 fokos gömb panoráma képre, aminek az elkészítése nem olyan túlságosan egyszerű, legalábbis, hogyha szépen akarjuk megcsinálni. Ezt viszont a Tiny Planet Maker nem tudja, csak a már kész gömb panorámánkat tudja átalakítani, a mi kényünk és kedvünk szerint ilyen kisbolygó szerűvé. Úgyhogy mindehhez szükség lesz egy olyan szoftvere is, vagy egy olyan felszerelésre, ha komolyan gondoljátok, amivel gömb panorámát tudtok csinálni. Ezt legegyszerűbben akár az androidos telefonotokkal vagy tabletetekkel is megcsinálhatjátok. Például a Google-nek a kamera alkalmazása az képes, sima, 360 fokos, illetve gömb panorámák elkészítésére is. De hát persze ennek a minősége nem lesz a legjobb. Mindenesetre, most hozott anyagból dolgozunk. A Tiny Planet Maker-ben vannak különböző ilyen minta fotók, hát körülbelül három darab, amit itt láttok. Úgyhogy válasszunk is ki belőle egyet, legyen mondjuk ez a középső, és azonnal láthatjátok, hogy mi a lényege ha van egy 360 fokos képetek, akkor abból egy ilyen kis bolygószerű képet csinál, aki esetleg nem ismerné ezt a hatást. Ami a nagyon fontos, hogy lehetőleg ezt ne épület belsőben fényképezzétek, hanem valami kinti helyen, hogy maradjon egy elég nagy ég felület is a képhez, ugyanis ez a bolygó hatás csak így lesz hihető. És nézzük meg, hogy mit lehet csinálni. Az első két lehetőségünk a warp és a rotét, amit egyébként az érintő képernyőn az újatok húzásával is tudtok állítani, tehát abban az esetben, hogyha a két ujjadat így összecsíped, akkor a warp lehetőséget állítod, amivel így össze tudod zsugorítani, vagy kinyújthatod ezt a kis bolygót, mondjuk beállítom ekkora méretre. Ha viszont egy ujjaddal böksz a képre, és bármerre forgatod, akkor pedig a rotét lehetőséget használod, vagyis el tudod forgatni ezt a kis bolygót, attól függően, hogy milyen állásban szeretnéd látni rajta szereplő tárgyakat. Természetesen a warphoz és a rotéthoz is itt alul kapunk egy ilyen csúszkát, amivel, hogyha szerencsénk van, akkor ugyanezeket tudjuk beállítani. Van nekünk egy zoom lehetőségünk is, amit csak a csúszkával tudunk állítani, tehát azt, hogy milyen nagy legyen ez a kis bolygó, mekkora területet töltsön ki a képből, esetleg lógjon ki róla, vagy sem, inkább sem. Az invertel pedig meg tudjuk fordítani ezt a kisbolygóvá gömbölyítésnek az algoritmusát, ami hát egy furcsa hatást fog adni, valami ilyesmit, ez inkább ilyen csőnézet szerű de a kisbolygó nézet az természetesen ez, és van még egy crop lehetőségünk is, aminél a képből tudunk vágni. Tehát látjátok, hogyha a vágok például itt az épületekből, akkor elkezd így ilyen spirálszerűen befelé forgatni azokat a levágott területeket. A Blend Image Borderrel pedig abban az esetben, hogyha nem pontos a kép bal és a jobb szélének az illesztése, abban az esetben szépen összemoshatjuk a kettőt, tehát nem lesz annyira éles itt az elvágása ennek a területnek. Tehát ezzel egy kicsit finomíthatunk az illesztésen, a két szélnek az illesztésén. Amennyiben meg vagyunk vele itt a menüre kattintva, akár a ser lehetőséggel meg is oszthatjuk, vagy pedig itt erre a kis lemezre kattintva itt a jobb felső sarokban el is menthetjük a fényképünket, amit azonnal meg is nyithatunk, hogyha úgy tetszik. Ha pedig például a telefonoddal vagy a tableteddel már készítettél ilyen fényképet, akkor itt szintén a jobb felső sarokban erre a kis mappa jelre kattintva nyithatod meg a képeidet. Hát ennyit tud a Tiny Planet Maker, nem sokat, de ez egy elég érdekes effektus, ha valakinek éppen erre van szüksége, akkor nyugodtan próbáljátok ki. Az előnye, hogy ingyenes a szoftver, de sajnos ezt a gömb panorámát, ahogy már említettem, nekünk kell elkészítenünk ahhoz, hogy egy normális ilyen kis bolygót tudjunk majd létrehozni. Ha pedig tetszett a videó, akkor ne fogd vissza magad és nyomj egy lájkot, like illetve, ha még nem tetted, iratkozz fel a csatornámra, és hogyha bármilyen kérdésed van, akkor azt várom itt lenne a kommentek között. Sziasztok!